Új játszóeszközöket vehetnek használatba a gyerekek a szénatéren. Régi kérés volt a lakók részéről a 10 emeletes panelházak közötti játszótér megújítása. Hivatalosan csütörtökön adták át az új játszóeszközöket a családoknak. A szülők kérték, hogy valami kis játékkal egészítsük ki ezt a játszóteret, hogy egy kicsit a gyerekeknek a mozgása, igénye elég nagy, és egy olyan játékot szerettek volna, amivel egy kicsit csökkenteni ezt a lehetőséget, hogy annyira ne ugráljanak otthon, hanem kint a játszótéren. És azért gondoltuk, hogy akkor legyen egy ilyen, amit a szülők szeretnek. Mindig óriási nagy öröm, amikor a gyerekeknek a kívánságát teljesíti az ember, most is úgy valósult meg. Deák Lajosné hozzátette, folyamatosan várják a lakosok igényeit, észrevételeit további fejlesztésekkel kapcsolatban. A most átadott eszközöket a városgondnokság szakemberei telepítették, a szükséges biztonsági előírásoknak megfelelően, valamint kerítésjavítás is történt. Igény volt, hogy a kisebb korosztálytól egészen a 13-14 éves korosztályig minden gyermek találja meg a játszási lehetőségét a játszótéren. A mögöttem látható játszóeszközzel próbáltuk ezt az igényt, és remélem, hogy ki is tudtuk elégíteni ezt az igényt. Egészen 3-4 éves kortól 12-13 éves korig tudják használni a gyermekek ezt a mászópályás mozgolódó játszóeszközt. Ez pedig már a megújult Zsolt utcai játszótér. A területen a homokozó kapott védőburkolatot, valamint 2 mókuskereket is használhatnak mostantól a gyermekek. A 2 játszótér fejlesztése közel 5 millió forintból valósulhatott meg.